nagyon használni. Semmi gond. Szóval üdvözlök mindenkit. Egy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy előadhatok ma, doktor rám bízta ezt a feladatot, és nagyon izgatott vagyok emiatt. Ez csak ahhoz a spontán létrejött YouTube videóhoz kapcsolódik, ami Clayton-nel azt hiszem, hogy körülbelül 2 hete készítettünk, az a beszélgetésünk. Akkor nézzük is, hogy miről lesz ma a szó. Nem gyakoroltam el a diákat, úgyhogy bocsánat, hogy lassan klikkelek. Nézzük az orvosi jogi nyilatkozatot. A közölt információk oktatási célokat szolgálnak, és nem minősülnek orvosi tanácsadásnak, illetve nem helyettesítik az orvosi megképzett egészségügyi szakember orvosi tanácsát. Az információkat nem szabad egészségügy vagy egyéb probléma vagy betegség diagnosztására használni, a diagnózisra és kezelésre kapcsolatos orvosi tanácsért vagy információért mindig forduljon orvoshoz vagy más egészségügyi szakember. Ezt nem állítjuk, hogy betegségeket kezelünk, diagnosztizálunk, enyhítünk, megelőzünk vagy gyógyítunk, termékeink nem helyettesítik a gyógyszereket vagy az orvosi ellátást. És ez így van, mindig beszéltek az orvosokkal, ez egy Root University, ez egy egyetem, itt oktatási céllal vagyunk, de mindenki a saját útján, a saját intuíciójával kell, hogy haladjon és kapcsolatba kerüljön, vagy fenntartsa a kapcsolatot az egészségügyi szakemberekkel. Ezek a termékek nagyon-nagyon különlegesek abból a szempontból, hogy doktorám, hogy szerezte be az összetevőket, erről is lesz szó, de figyelni kell a vércukorszintet, vérnyomás, mindent, főleg, hogyha például vérhígítót szed valaki, és például ilyenkor a sérülésekre vagy a fogénybérzésre nagyon vigyázni, figyelni kell. Hogyha például diabéteszt vagy valamilyen véralvadást kell kezelni. Dr. Fervagil Anders vagyok, gyógyszerész, doktor. Ez mit jelent? Klinikai gyógyszerész vagyok, és orvosokkal dolgozom. Dolgoztam együtt. Nem vagyok tehát a specializációm az a felnőttek kell kapcsolatos gyógyszerészet. Itt látható a biom, a hitem, család és a haszna iránti szeretette beszélni. Dr. Fadwa Gilendert, az Apocurse Wellness LLC alapítója, az egészségügyi ellátás természetes és holisztikus megközelítésének bajnoka. 2000-ben szermett gyógyszerész doktori diplomát a Wayne Állami Egyetemen, 25 éves karrierje során felismerte a hagyományos orvoslás korlátait, és a funkcionális orvoslásnak szentelte magát. Lehet később kérdezni, de néhány kérdésnek most elébe mennék egy kicsit, hiszen vannak néhány olyan alap dolgok, amiket figyelembe kell venni. A fogyás az nem egy lineáris dolog, főleg manapság, amikor mérgező anyagokkal, parazitákkal, gombákkal, növényvédőszerekkel nézünk szemben, nem annyira egyszerű, ez egy nagyon összetett probléma. Amikor nem jól működik a rendszer a toxinok miatt, ezek a területek kicsit nehezebbé tehetik, hogy fogyjunk. És így például a mikrobiom nehezebb, ugye a keményítőt vagy szénhidratokat lebontani, a szivárgó bél is így kialakulhat, akár Crohn betegség, vagy akár pikkelyesemű ekcéma, vagy a szivárgóbél egy alacsony szintje, ez mindenkinél előfordulhat, és a glükóz nem feltétlenül a rossz fiú, nem feltétlenül mindennek az oka. A cukorra szüksége van a sejteknek,
és így ezt energiával tudják aztán átalakítani. A probléma ugye a túlzott glükóz fel vagy lebontása, és a Scalpel doktorem a glükózt célozta meg, hogy optimális gyorsasága tudjuk lebontani. Aztán ott vannak a hormonok, a leptinek, inkretin, inzulin, és a biohacking halmozás, az megint csak az interjúban előkerült. A mitokondriumról is szó volt. És így a szervezetünk többi részének is megadjuk a lehetőséget, vagy a támogatást, hogy optimalizáljuk a különböző szerepeket. És Patrick vagy Tiger? Nem tudom, hogy melyiket ők csinálják, de mi egy olyan cég vagyunk, aki nem csak beszél, hanem cselekszik is, és ezért szeretnénk például a regisztereket létrehozni, doktorám egyetemeken, például be tudja mutatni az adatokat, és hogy hogy működnek a termékek a közösség számára. És néhány alapvető tény, amit szem előtt kell tartani, a Nemzetközi Tudományos és Táplálkozási Platform, az ISNS, aki még nem ismeri, vagy még nem tag, azoknak javaslom, hogy írjanak egy e-mailt legalább Tigernek, és tájékozódjanak róla. Doktorámék egy igazi könyvtárat hoznak létre, tudományos információval, különböző kutatásokkal és esett tanulmányok sokaságával. És ezt azért említem, mert ezt észben kell tartani, amikor használjuk a termékeket, és lehet, hogy nem érjük el azokat a célokat, amiket akarunk olyan gyorsan, mint szeretnénk. Őszintének kell lenni azzal kapcsolatban, hogy hogy étkezünk, és hogy mondjuk mennyi alkoholt iszunk. És én például őszintén elmondhatom, hogy egész nap ülök. És ezért sokkal több inzulin rezisztenciával kell szembenéznem, ami miatt nehezebben tudok fogyni, és ez kártebben segített. De hogyha felkelek, és sétálok, csinálok valamit, az segít optimalizálni a fogyásomat még jobban. És csak őszintén kell tényleg saját magunknak legalább bevallani, hogy hol tartunk, milyen az életstílusunk. Nem szabad alábecsülni a zsíros máj szerepét. A máj a fő méregtelenítő szerv, minden szervünk méregtelenít valamilyen szintben, de a máj a leg... A máj végzi el a munka oroszlán részét, és a nehézfémek, növényvédőszerek, és itt tovább, ezek mind itt megjelennek, és még a clean slate-tel is például időbe telik megtisztítani a májat, tehát türelmesek kell, hogy legyünk magunkkal. A zsírsejtek még mindig rejtélyek, amikor belenézünk alaposan a scalpba, az összetevőkbe, hogy mi a hatása a zsírsejtek termodinamikája például. Hát egy nagyon erős hangjuk van, változnak méretben, hogy jó minőségű koleszterolint tudjanak létrehozni, és a színük is. Fehérből lesz rózsaszín, aztán bézs és barna színű. És az energiaszinten múlik ez. A NAD és glutatión kell, hogy ezek a sejtek glükózt tudjanak tárolni és felszabadítani, és változtathassanak a méretünkön. És így például a tesztoszteron hormonok szabaduljanak fel. És hogyha például valakinek diabétesze van, akkor a vércukorszintet mindenképp figyelje, amikor már használja a szkáptot, mert le fognak csökkenni az
értékek, és ezt mindenféle gyógyszerek, kölcsönhatásoknál figyelembe kell venni, vérnyomás csökkent, vércukorszint, vérhigítóknál, és nem csak a scalpnál, hanem más biohacking megoldásoknál. Ott van például a kurmura, a kurkuma tisztorban, ami egy természetes vér igen. Tehát mindig konzultálni kell az orvossal. Mi az, amivel itt tényleg szembenézünk? Ez a metabolikus szindróma, ez társbetegségek csoportja, az elhízás, magas vérnyomás és a szénhidrát és zsíranyag csere zavarait hívják, hívjuk így. Ezek lehet, hogy valaki nem tud fogyni, például 75%-kal csökkentettem a kalóriabevitelemet, de mégsem fogytam, amíg nem használtam a szkálptót, mert lehet, hogy olyan például olyan szennyező anyagok, vagy méreganyagok vannak a testben, amik ezt nem teszik lehetővé a fogyást. És nem szabad elfelejteni, hogy ott vannak a mérgező anyagok, ahogy egyre idősebbek vagyunk, és a stressz és a környezetnek vagyunk kitéve, folyamatosan dolgozik a mitokondrium, és kevésbé lehet hatékony, ami miatt kevésbé tudunk fogyni. Úgy említettem a zsíros májat, az idegek gyulladását, az agy meg tud duzzadni, ami miatt ködössé válik, és a koleszterin termelés, ugye milyenről van szó, jó minőségűt szeretnénk, és szeretnénk ugye azt, hogy minél több legyen, tehát a pozitív és a negatívból pedig minél kevesebb legyen a szervezetben. És a zsír sejteket most már én tényleg egyre jobban értékelem, a funkcióikat figyelembe kell venni, és egyébként a méretük is tud változni, azt szeretnénk, hogy minél kisebbek legyenek. És ott van még a hormonális egyensúlyhiány, és tehát mindezek együtt a metabolikus szindrómát alkotják. Tiger rakta össze nekem ezeket a diákat. Ez csak egy összefoglaló a legtöbb gyógyszernek, amit fel tudnak írni a diabétesre a PCOS-re, és ami a gyakran a túlsúlyos nőknél jelentkezik, ami egy prediabéteses állapotnak nevezhető. És sokszor kombinálni kell ezeket, nem elég csak egyetlen gyógyszer, mert különböző rendszereket céloznak meg, és a kombináció különböző rendszerekre hat, ami miatt nagyon egyedi a scalp, ezt mindjárt látni fogjuk. Sokszor van olyan beteg, aki különböző négy különböző dolgot használ, mint az Ozempic, amiről beszéltünk, insulin, Metformin, és még talán több minden is lehet. Amikor a gymnál az én szilvesztre, vagyis gurmár növényt megnéztem. Én, amikor néztem ezeket az összetevőket, akkor valószínűleg ezt választottam volna, ez a legjobb. Nagyon ki van téve az
Az időjárásnak Indiában, Afrikában és Ausztráliában megtalálható, nem lehet könnyen termelni nagy mennyiségben, és Dr. Rám nagyon büszke lehet arra, hogy ahogy honnan szerzi be az összetevőket, a magtól a növényig, amelyek genetikailag megfelelnek, egyáltalán nincsenek genetikai módosítások, és a Dymnema szilvesztre-nél minden egyes komponens is el kell, a virág, a törzs, a gyökér és a mag azért, hogy minden előnyét élvezhessük. Ezért lett a kedvencem. Viszont nagyon sérülékeny, nem könnyű a tömegtermelését megoldani, mert nagyon lassan nő. Ezért sokat beszélnek arról, hogy érdemes lenne szintetikusan létrehozni és így tömegtermelni, és sokkal olcsóbb lenne a laboratóriumban létrehozni, és nagyon sok termék táplálékkiegészítő laboratóriumon készül, a C-vitamin például lehet laboratóriumban készíteni, de amikor Dr. Rám a forrásairól beszél, akkor ő mindig egyenesen a földből szerzi be ezeket, és nanotechnológiával képes ezeket olyan módon létrehozni, hogy a sejtjeinkre úgy hason, ahogy kell. Múltkor Claytonnal azt beszéltük, hogy a szervezetet úgy akarjuk, vagy úgy akarunk rá tekinteni, mint egy zenekarra, és szeretnénk hallani, ahogy gyönyörűen muzsikál. A PPAY-hoz kapcsolódó gyógyszerek, csak ezek a TZD-k, amiket aktoznak hívunk itt Michiganben. 20 éve jöttek ki, vagy 25 éve, én még csak akkor végeztem az iskolában, és nagyon-nagyon tetszett. Nagyon izgatottak voltunk, mert az inzulin rezisztenciával száll szembe a zsírsejtek oxidációjával, szénhidrát lebontásával foglalkozik, és akkor tényleg rájöttünk, hogy na most akkor tudunk valamit csinálni az inzulin rezisztenciával. Na hát, ami valójában történt, hogy rengeteget elkezdtek hízni a betegek. Tehát nagyon ritkán használják, de elég egyedi a mechanizmusa. Segít regenerálni az inzulin és béta sejteket a hasnyálmirigyben. Az inzulin az egyik első gyógyszer, ami létrejött, de az egyik másik, ezek a szulfonylurea, mint a glipizid nevű gyógyszer, ezek a béta sejteket ezekre a sejtekre tudnak hatni, hogy inzulin termeljenek, és amit például mondtam Claytonnak, hogy nem csak szintetikus, hanem kényszeríti a funkciót, hogy abnormális módon működjön. Az is előfordulhat, hogy túl sok inzulin termelődik, és azért lesz helyes, mert túl sok az inzulin, és ezt a sok cukrot kívánja, de hát ugye ez volt a lényege. Viszont itt arról van szó, hogy regenerálja a béta sejteket. Ugye minden sejtet tudunk regenerálni, ez folyamatosan megtörténik, és ez a növény lehetővé teszi a hasnyálmirigy béta sejtjeinek, ahogy a saját tempójukban újra termelődjenek. Pleotropikus hatása is van a glükóz szabályozásra.
a koleszterol minőségét is javítja, antimikrobiális, rákellenes, antioxidáns, antivirális. Tehát, hogyha megnézzük ezeket az akadályokat, ugye itt például az oxidatív stresszre, gyulladásra is hat, azokra a területekre, amiket nagyon nehéz hatékonyan működtetni. A fehér vesebab mechanizmusa, doktorám nagyon jól elmagyarázta a szkáptos beszédében, ez egy alfa-amiláz inhibitor. Az akraboz az annak a gyógyszernek a neve, ami ez erre hasonlít, hogy ezt tartalmazza, ezt háromszor kell bevenni étkezésnél. Ez lelassítja a keményítő lebontását a bélben, és kevesebb kerül be a vérbe, tehát kevesebb cukor lesz a vérben, kevesebbet kell az inzulinnal miatt aggódni, hanem ez benn marad a bélben, és ott a vékony és vastag bélbe eljutva, aztán a baktériumok lebontják. Emiatt nem leszünk éhesek, és nem fogyasztunk annyi cukrot. Ez tehát az enzim működésének a háttere. A fehér bab a sírsejtekre is hat. Ugye, amit említettünk, hogy a színe is változik, vagy a mérete, és ahogy tárolják a glükózt, ezek a sejtek, a zsírsejtek, és segít ezeket megemészteni, és jó koleszterint létrehozni. Túl gyorsan mondom, vagy jó ez a tempó? Jó. Nagyon jó, igen. Aztán a következő. A gyömbér, nem tudom, hogy ki lehet-e választani egy kedvenc összetevőt, én például a gyömbért is mondanám, ezt is nagyon szeretem. Ami a gyógyszereket illeti, ez egy nincs olyan, ami hőfejlesztő lenne, mint az a gyömbér például. És segít energiát előállítani, és saját magát tudja ki egyensúlyozni. Aztán ugye ezek egymásra hatnak, ezért kell halmozni a biohacking összetevőit, ahogy ez segít a mitokondriumból többet előállítani a szervezetnek, ugye, ahogy idősödünk, egyre kevesebb van belőle, tehát egyre nagyobb szükség van. És aztán ez nagy termelés is fokozza. Indirekt módon hatása van a GLP-1 aktiválására, ami például az Ozempicben található meg. Ez természetesen történik meg, tehát nem nyúlunk hozzá, de segít például csökkenteni a glükóz szintet azáltal, hogy az inzulinnal dolgozik. Már az első dián is említettük a hormonokat, amire szintén szükség van ahhoz, hogy jól működjön az inzulin termelés. De ez a GLP-1 nagyon rövid ideig dolgozik, bekapcsol, aztán kikapcsol, és hogyha rendszerként gondolunk a szervezetünkre, ez a rendszer nagyon okos, tudja, hogy mire van szükség, és miből mennyire, és aztán tovább lép a következő feladatra. A GLP nagyon okos, nem sok időre kapcsolódik be,
És viszont például így gyömbér segít ezt bekapcsolni, vagy aktiválni, és ezzel sokaknál például, ugye, akik ilyen gyógyszereket szedtek, különböző emésztőrendszeri problémáik lettek, de akár mellékhatások is, például hasmenés. A gyömbér egy kicsit indirekt módon tudja aktiválni a GLP-1-et, és az úgynevezett DPP-4 enzimet gátolja. És még ezt jelenleg kutatják. Aztán az InnoSlim. Ez két gyógynövényből készül. SGLT egy és kettő. A videóban rosszul mondtam, a kettőt mondtam, de valójában az egyről van szó, de nincs SGLT 1-es gyógyszer. Most egyébként vannak kutatások, tehát vannak, amiken dolgoznak, de még a piacon nem létezik. SGLT 2 gyógyszerek léteznek, amelyek a vesében fejtik ki hatásukat. Ez egyfajta őr, segít a glükóznak bekerülni a véráramba. Megint csak mondom, hogy szükség van a glükózra, termelni és tárolni, és a vérünkben is kell, hogy legyen, és ez segít a glükózt eljutatni a vér áramba. De manapság túl sok glükóz kerül a véráramba, és ennek az oka, vagy ezután aztán ez a transzduktort blokkolhatja, és túlzott mennyiségű glükóz kerülhet a véráramba. Ez csak egy kis összefoglaló, és hogyha megnézitek a Sculpt videót, az InnoSlimről hosszasan beszél doktorám, de ez nem csak egy SGLT1 inhibitor, segít lassítani a glükóz eljutását a vérbe, és csökkenti az étvágyat is, például az AMPK-t is erősíti, ami a mitokondriumhoz kapcsolódik, illetve segít növelni a zsír égetést. Három különböző összetevő van a scalpban, ami segíti a zsírégetést. Az InnoSlim egy eléggé új összetevő, tehát. És hát ezt már említettem, a Gymnea silvestre növénnyel kapcsolatban, hogy Indiában, Ausztráliában és Afrikában beszerezhető csak, nem könnyű a tömegtermelése, ezért sokat beszélnek arról most a Big Pharmában, hogy szintetikusan gyógyszer vagy laboratóriumi környezetben lehetne aztán majd ezt tömegtermeléssel előállítani. A levele, virága, törzse, gyökere, magja, minden kell a termékbe, és doktorám a lehető legjobb helyről szerzi be ezeket. Ahhoz, hogy a szkáltot a lehető legjobban tudjuk, vagy a szkáltalban segíti, hogy a lehető legjobban segíti a mikrobiomot építeni, támogatni a szervezetben. És ugye, ahogy említettük, a biohacking halmazás, az Immune Defense Shield, Restore, Renew Greens és National Barrier Support is kell.
a kurkuma és az alma ecet, almabor ecet, a Risztorban természetes GLP egy agonista, tehát egyfajta biológiai választ idéznek elő. Az Immune Defense Shield ugye a NAD, a mitokondriumnak adja meg a támogatását, tehát a metabolikus szindrómánál, tehát ezeken a problémákon kell felülkerekedni, meg kell adni a szervezetnek, hogy azt tudja csinálni, amit csinálnia kell. És nagyon izgatottan vártam ugye a Crash megjelenését, ami peptid. Ahogy mondtam, a peptidek és a hormonok az inzulinnal együtt tudják támogatni a szervezetet. És itt láthatók a főbb források, és ennyi volt az előadás. Jó, köszönöm. Fantasztikus, köszönöm szépen, nagyra értékelem, és köszönöm dr. Fádva az idődet, mindenkinek csodálatos napot és estét. Köszönjük szépen, én köszönöm.